Én mit szeretnék, közlekedési káoszt vagy sztrájkot? Nem, nincsen közlekedési káosz. Sokkal jobban haladunk most, mint a múltkor. Most igazából az van, hogy várjuk a kutatást, és akkor utána meg, vagy hát mondjuk a nagybánya nem is tudom, hogy kell-e most. Hát én nem most kell, az majd lehet, hogy az űrhajó építés után. Érkeznek ide, de a kutatáson van a hangsúly, hogy mennyi idő alatt bírjuk lekutatni. Toljuk itt a kutatást 100 000-rel. Amennyivel a zöld kutatóanyagot tudjuk gyártani, körülbelül az a tempó. Azt mondja, hogy science, zöld kutatócsomag. Ide még berakok egy párat, csak ugye poén kedvéért. Mert végül is van hozzá áram, van hozzá termelés. Acél termelés, ott adsz majd egy kis erősítés, mert az nagyon lassan megy fölfelé. De mire használjuk el? Hát most hirtelen nem, csak ugye amikor a körvasudat megcsináltad, úgy letépted az acélkészletet, hogy csak nem. Hát jó, de hát mindjárt úgy is fogsz nagyobbakat csinálni, csak azért mondom. De mindjárt csinálunk a teljes pályán körbeívelő körvasutat. Igen, csak máshoz is kell amúgy. Ugye én tegnap figyeltem, hogy egy-egy építkezés az nagyon megtépte, ugye azért mondtam az acélt meg a betont is, hogy arra áll is be nagyobb termelés, hogy legyen. Hát ilyen 100 acél egy épület, igen, mondjuk a 10 épületet leteszünk az 1000. Hát jó, figyelj. Van lehetőség megduplázni ezt. Betont is duplázhatunk. Elfér. Nehogy az építőanyagon hassaljunk le. Nem? Hát, ez nem lenne jó. Áll az építkezés, ott a melósok csak a lapátot fogják egész a támasztani. Mert nincsen anyag. Nem kötötte össze? Jó. Ez mi? Itt hoz innen. Ja, a szófúrt. Nem. Ez olyan, mint hogyha állj meg idő. Homokot. Kevés a homok. Hát mondjuk lehet, hogy a három gyár nem bír el. Mennyi ez? 7, 10, 10, 10, 11 ezért ellátni. A napelemet is kikutattad. Persze. Van itt minden, mint a bucsóba. Dodzsemezni akarok. Hát és közben megérkezett a vasúti szállítmány ezékkel. A kék kutatócsomagokkal. Folyamatosan jön. Mindent elkövetünk ez ügy érdekében, hogy utassunk ezerre. Nagy vasútállomást nem akarunk, gázokat nem akarunk.
alacsony szintű iparban ugye van a mikrochip gyár, ami homokból és csípből csinál mikrochipet, ezt itt meg kéne csinálni. Kicseréljük itt a... nem is cseréljük ki, hanem ide lerakunk négy sávos utat erre felé. Erre felé? Ne legyen erre felé. És azon belül meg erre felé. És akkor elhelyezünk ide homokbányákat. Azzal szemben pedig elhelyezünk mikrochip gyárakat. Nincs elég áram. Jó van, na, űrhajóépítés, szuper, megvan. Akkor először csinálunk nekik ide napelemet. Ó, nem lesz útba, mondjuk itt, ahol most éppen útba vannak a dolgok. Jó, kicsit bontunk. Látod a szélrelő műveket? Egy szélerőmű keveset termel a napelemhez képest. Én mondtam tegnap, hogy jobban megéri kikutatni, de... Látod, rögtön jobban néz ki a dolog. Oké, csinálunk ilyen kék klippet. Aztán... kék klipből, műanyagból, meg alumóniumból csinálunk számítógépet. Egy mozdulattal akkor ma a lakosságot is bővítheted, mert nem lesz elég emberke. Az nem egy mozdulat, de megoldjuk. Pár kattintás. Áramot is adunk nekik. Válassza a kutatás, mehetnek a nagybányák. Jó, műanyagból többet kell gyártanunk. Én forgattad el? Nem sokkal többet gyártunk műanyagból, csak 3-4-szer annyit. Majd elkapik. Nagy, no. Nagy bánya, oké. Olajbányák le.
olajbányászat beindítva. Nem lesz elég a lakosság. Nem fejlődik olyan mértékben, ahogy elvárnám. Hát tegyél a többet, az később, meg egy idővel majd felfejlődnek. Úgy is kell még később jó pár ember. Nem tudom, tegnap mennyi 7-800 embered volt körülbelül, jól emlékszem. Úgyhogy biztos, hogy 1000-1500 kell a vége felé, ha nem több. Kell csinálni potenciálisan több munkahelyet, mert már most megettem a dolgozókat. Nincs elég áram, hálózat 3. Azt mondja, hogy itt az olajtermelős oldalon. Hát persze. Na. De is túrhatod föl a napelemek. Csinálom is. Csináltunk napelemet. És ez ilyen öntisztítós, ez a háromszög. Meg hát igazából majd az egészet össze lehet hozni egy közös energiarendszer. Jó, hát később úgyis egybe fognak épülni, gondolom. Építkedett szépen. Áramgond van, azt mondja, hogy... Jó, alumíniumot szedünk valahonnan. Aha, innen csak kevés, jó. Ja, itt nálam porcivóznak kinn az utcán, azt hallom, jó. Nagy. Belétek porszívózzák az utcákat. Igen. Belénk porszívózzák az utcát. Igen, alumínium hiányt jelzett, de hát az azért van, mert azért jelezte az alumínium hiányt, mert ezért. És azt mondja, hogy ezen az úton fog úgyis közlekedni. Hogy ezt csak szakaszokba lehet lebontani, ez nagyon idegesítő, ez az útépítés. Fölöslegesen meg van bonyolítva szerintem. Vagy fölöslegesen nem lehet upgrade-elni. Menő gyors működésű alumónium bányáink beindultak, újra úthálózatba kötve, stb. Úgyhogy csapatjuk itt a számítógép termelést elvileg, majd
itt lesznek az, hogy műanyag, chip, meg majd ha alumíniumot kap, akkor abból lesz számítógép, és abból a sok számítógépből meg már szintet fognak tudni lépni majd a lakóházak. Az jó. Jó, űrhajó állomást valahova olyan helyre kéne tenni. Mi kellett bele? Chip kellett bele? Nem tudom. Alumínium, chip és műanyag. Jó. A chipek és számítógépek nincsenek még vonatozva. Igazából azért, mert pont a pálya közepén helyezkednek el. Mondjuk az nem baj, mert mindenhova eljut így úton. Jó, válasszak kutatást ő szerinte. Oké, felvonó nem kell még. Alállomás nem kell, akkor jött a metán. Elkezdtük a számítógépeket működtetni, az nagyon jó. Azzal rövidesen meg fog ugrani a lakosságunk jelentős mértékben. Mi az kell neki a hűtőhöz, vagy mit csinálnak abból? A szintlépéshez. Azt tudom, a számítógépek következő körbe kell valami más neki. Háztartási gépet nézem, hogy kell leraknom gyárat rá. Jó. Azt nézem, hogy ezt az útvonalat, ami bevezet a városba, ezt ki kéne cserélni. Hogy erre nincs egy valami könnyebb? A fő útvonalakat ki kell cserélni. Mi az a zöld, amit akar? Én nem ért el a parkot, mert még az utat építettük. Jó. Metán fúró. Oké. Lépegetik a szintet a házaink. Mindjárt lesz lakosságunk bőven. És a gyáraink közül az áramkör gyárakat lehetne upgrade-elni. Biztos, hogy ebből több kell, illetve akkor a réznek a bányáit. Meg a vasnak is akkor a bányáit. Nagyon csöndbe vagy, Csikbarog. Figyelek. Nem nagyon tudok mit hozzáfűzni, most fejlesztesz erre, mit mondjak? Nagyon ügyesen csinálod, vagy mit szeretnél? Igen, igen, szeretném, hogyha... Buksi simi lenne azért is, hogy milyen ügyesen tojtá fejlesztek. Esek? Tojtál tojást? Hogy ne tojtam volna, már három szek van alatt, amit a szék alatt egy kosárba gyűjtöm neked. Nagyon jó.
Na, tehát mire kiviszed a játékot, ki is keltetett tyúppala. Új foglalkozáson, de te leszel a helyi kotlós. Látod, itt nem tettek semmilyen állatot, csak nem tudom, valami organikus bizbasz kell termeszteni, hol vannak az állatok. Organikus bizbasz. Nem tudom, már nem emlékszem tegnap, hogy mi is volt az pontosan. Volt valami ilyen húsnövesztős. Igen, ahhoz kellett az organikus. Úgy volt, hogy metán erőmű, mondjuk azt nem használtuk. Ja, itt van ilyen, hogy étel átdolgozás, és akkor műtrágya, zöldség, húslabor, ételgyár, őssejtlabor. Már megy is a kutatás. Itt van dugó. Nem akarod átszervezni valahogy egy kicsit vasútra, ha más nem, akkor egy belső kör vasúttal. Nem az volt a baja, itt acélgyártás van, tehát hogy ez itt ha lassan is megy, az se baj. És akkor lopják ki a gyárból az acélt, arra célzó. Azért mennek el. Igazából lassan teszik be a raktárba. A raktár van rossz helyen. Ennyi. Na, közben tudunk kaját csinálni, nézzük csak, hogy mi minden kell ezeknek az átkozottaknak. Ez itt háztartási gépgyárként nem kap chipet, például. Mert jó, de hát a chipgyártás most lett megduplázva. Jó, kémből icipicit kevesebb van, vagy anyagból kevesebb, jó. Azt mondja, hogy a vegyi anyag itt. Ez a gyár, low-tech, vegyszerlabor. Jó. A kisinált szerintem egy kis energia upgrade-et neki. Az már megkapta az energia upgrade-et. Mi az egy hálózatban van kötve a napelemes rendszerrel? Egy napelemes rendszerrel már igen. Kén hiányunk van a betongyárban. Nagyobb kén úrók. Ja, most kutattuk ki a nagyobbakat, úgyhogy... Több ként le tudunk itt fúrni. Szépen halad ez. Nincs elég áram, itt hálózat 2, itt elfogyott a áramunk a városba. Jó, hát ott még nincs napelem eddig. Mindig errel akarom rotételni, és nem akarja. Most már lesz arra. Az lett volna a feladat, nem? A lakosoknak mondom, hogy csitú lesz. Ja persze. Lehet bekapcsolni a tévét, meg a rádiót. Igazából attól, hogy igen, hogy kaptak tőlünk ilyen dolgokat, hogy kaja, meg háztartási gépek, számítógépek, meg ilyenek. De akkor most a következő feladat, hogy házi robotot, meg szórakoztatást kéne nekik adni.
De úgy néz ki, a kaja az megy lefel, az nem lesz nekik elég. Nyisd meg az egyik lakóházat. Hát ez változó. Mindjárt nézem egyébként itt, hogy igen, a kaja az most lesz kevés majd. A túlélési kaja lesz kevés egyébként. Mert ugye bár upgrade előttek, és majdnem megdupláztad a lakosság számot az elmúlt időszakban. Na, műtrágyát gyártunk kémből és vegyi anyagból. Ez itt a vegyi anyag. Kén csak belül van, aha. Ki van ezt találva? És vegyi anyag. Az is jó, ott vízhiány van közben a városba. Lesz is letetted a kajász szúkmókot. Kutatásban volt olyan, hogy talajvíz kinyerő, és azt próbáljuk meg lekutatni gyorsan. Na, az élelmiszergyártáshoz kén, izé, oxigén, víz, még több víz, lófaszom. Igen, és a lófaszom miből lesz a bio lófasz a húslaborba? Az gyár volt? Igen, az is oxigénből és ezért. Tehát oxigén, víz, vegyi anyag. Kén. Igen, ezek a bemenői a ezének, az élelmiszer termelésnek. Na, az ott kén, az ott vegyi anyag. Vigyem a ként szárazföldinbe, de hát akkor meg megvihetem onnan is. És akkor víz, oxigén, vegyi anyag ide a város mellé tudok csinálni egy élelmiszer termelő területet. Talajvíz kinyerőt szereztünk, ami jó. Na hát a lakosoknak, hogy igyanak. Gázok és földek, talajvíz kinyerő, igen, jó sok áramért cserébe vizet termel. Jó, akkor legyen itt a város közepén egy ilyen víztermelő blokkjuk. Szerintem az nem hülyeség, hogy ott, ahol a kaja van, meg a másik fele a városnak, ott is termeljünk nekik ott vizet. Itt meg, amire szükség van, az azt mondja, hogy víz, ne forgasd úgy be, víz. Igen. Oxigénnel. Azt mondja, hogy bánya, én bánya, igen. Víz, kén, oxigén. Vegyi anyag. Igen, vegyi anyag. Hessénen csúnya, ronda. Agy. Gyárak, izé. Vegyszerlabor, igen. Ja.
Jó, szerintem az ott vegyszerlabor lesz. Elég lesz az oda. Még mindig áram hiány, nincs elég áram, azt mondja. Nulla. Ja, mert ez le volt választva a központira. Jó, akkor most rá lesz téve. Ugye ez az a pillanat. Lőn világosnak. Nem még. Nem. Nem. Mert most meg az elektromos hálózat önmagába kevés, de... Csak azért, mert hogy... Na most már igen. Oké, és akkor tovább már az élelmiszernél. Azt mondja, hogy kén vegyi anyagból lesz műtrágya. Abból lesz műtrágyából, meg vízből, meg oxigénből húsi. Abból lesz. Zöldségfarmba húsi, az jó. Igen, húslabor, azzal szemben. Még a bónuszokat, úgy látom, azt nem nagyon használgattad ki. Tegnap jobban ment. Nem érdekelnek a bónuszok. Nem attól lesz az működő, úgy érzem. Csak azt nézem, hogy mit csinálja a húsit. Vegyiparban van talán. Igen, őssejtlabor. Ennek úgy látom eléggé bugos a költsége, mert egy beton, meg két acélt vagy mit kért el érte, az biztos, hogy nem úgy akarták. Nem drágák, annyi, de én nem érzem azt, hogy drágák lennének. Értem, de azt szerintem, hogy nulla lemaradt a végéről. Hát tök mindegy. Annyira tök mindegy, szerintem. Nem mondd ezt. Akkor minden lehetne ingyé. Ez az, legyen minden ingyen, ez az. Támogatom. Azon gondolkodok, hogy még valamit ennem kéne viszont. És finom ősejt húsit egyé. Igen, de ugye a valóságban. Jó, nem kell az. Nem kell? Nem. 30 napig el van az ember élelem nélkül, elég havonta egyszer lenni. Igen? Persze, kibírod. Én biztos, tehát hogy... Az biztos, hogy én kibírom 30 napig egyszer. Nem csak te, más is. Hát tudod, szokták volna az a bőjt nevezetű téma, na. Tehát ott se halnak bele az emberek. Jaj, nem beszél már csúnyákat. Igen, de a bőjt az csúnya szó felétek. Van valami másodlagos jelentése is az általánosan elterjedten kívül. Na, és akkor itt... Ott azt összekötöm. És az ételiparnál egy ételgyárat kell csinálni. Aki legyártja nekünk a finom ételt. Az a cuccnak a neve, hogy finom étel.
Ha már itt járunk, kössük össze az elektromos rendszereket is. Tudod, hogy az oroszoknál meg ki kivonult? Igen? Igen. De ez nem az orosz tajga. Nem, de ott is az új Mekinek az a neve, hogy talán finom és jó, vagy valami ilyesmi. Igen? Tehát túl bonyolították a nevet, tudod, finom és jó és kész, igen. Jó, hát mindegy, finom ételt kapnak, és kell nekik majd még szórakoztatás, meg házi robot. És ahhoz, hogy szórakozzanak, ahhoz stadionokat kell építenünk. Mm. Illetve az űrhajó építő létesítményt most már meg tudjuk csinálni. Mondjuk... De valahol egy vasútállomás mellé kéne, nem? Nem hülyeség? Jó, és akkor úthálózat neki. Azt mondja, hogy egyszer... Ha... Lehet, akkor ott vigyél be neki cuccot. Mit csináltál? Tegnap nem jött ilyen űrhajó kifele az épületből. Hát... Debugoltunk? Nem tudom. Jó, és akkor az űrhajónál... Elkezdjük a hidat építeni. Az meg fog enni most némi műanyagot, alumíniumot, meg csippet. Jó, de utána, utána ennek a gyártása meg fog turbózódni. Ebből szerintem a chip lesz az egyetlen, ami itt autókból fog kijönni. Nem tudom, hogy mennyi, van-e belőle több, de van belőle többlet egyébként. Hát az tök jó. Ja, jelenleg ez az alumóniumon gyűjti be. Értem. Ezek miért nem mennek ezek? Tele van. Azt mondja, kimenő tároló tele, nem kötött rá. Elvileg, de... Rákötöd, csak úgy akkora most írtam a termelésed, amit nem tudsz elfogyasztani. Hát éppen 350-nek kéne menni, na mindegy. De minden megcsinálja. Közben jönnek a ezék is, jönnek a csipek is. Azt szépen gyűjtögetni, most úgy tűnik, hogy nem döntöm romba teljesen a... Itt mi a fasz történt? Dugó. Kénbányának a produktuma valahol megy, nem? Csárgák azok nem kénes. Homokot szállít. Tök jogos. Oké.